csillag fenn az égen, leárak rózsám réges-régen, olyan régen, majd lesz akadt a lábam. Sáros vagyok már okáig, ne izélj hát oly sokáig, mutasd magad, gyönyörű szép virág. Tisztelt nézőink, megszokhatták, hogy minden hónapban egyszer találkozunk Sebőknél Zalka Ilonával, a Rátkai Márton klub titkárával, akit szeretettel köszöntök, hogy a programokról beszélgessünk. De mielőtt kérdezném őt, hogy a március-áprilisi programokról beszéljünk, engedjék meg, hogy erről a kis műsorfüzetről felolvassam a havi verseteket, ami a márciusra vonatkozik, Radnóti Miklós sorai. Ludbőrzik nézd a tócsa, vad vidám kamaszfiús szellőkkel jár a fág alatt, s zajong a március. A fázós rügy még nem bújt ki, hálót se sző a pók. De futnak már a kis csibék, sárgás aranybújók. Hogy választod a verseket? Hát mindig a hónapnak, hangulatnak megfelelően. Az internet aztán igazán olyan gazdag kínálatot nyújt, hogy onnan nem olyan nehéz választani. Az a lényeg, hogy mindig egy verszakos vers legyen, tehát ne én válasszak ki valami onnan egy szövegből egy bizonyos részt, hanem amit a költő is egy verszaknak gondolt, akkor azt így próbálom. Egyébként teljesen megegyezik a mostani időszakunkkal, időjárásunkkal, hiszen ragyogó napsütés, ha visszakapod, így aztán van. Aztán majd lehet, hogy az áprilisra megkérlek. Gondolom, hogy most is a kedre és a csütörtökre koncentráltok, mint klublapokra. Igen. Milyen programokkal készültök ebben a hónapban? Még látható ebben a hónapban Polifónia címmel M. Lovász Noémi festőművész kiállítása. Ő egy Kolozsváron élő fiatal festőművésznő, és nagyon érdekes anyagot hozott, hiszen a múlt héten ünnepelték, illetve emlékeztek meg a Málenki robotról. A parlamentben volt erről egy tudományos konferencia, és ennek a kapcsán is készült ez a kiállítás, aminek a legnagyobb része erről a gulágos világról szól, de én szerintem nagyon szépen és szívbe markolóan. Ami még érdekes, ezen a héten 10-én kedden volt egyszer egy televízió címmel, Babicki László fog emlékezni,
A régi televízióra, és remélem mások is eljönnek majd. Tehát az majd MTV-nek, az MTV-re, a magyar, igen, televízióra. Talán emlékeznek Babicki Lászlóra, ő volt az irodalmi műsoroknak a fő alkotója, hiszen ő egy Balázs Béla díjas filmrendező, és a Vers mindenkinek általában ő volt a rendezője és az operatőre is. És akkor 12-én, vagyis csütörtökön délután 6 órakor Nagy Miklós színművészre, igazgatóra emlékeznek a barátok, az ismerősök, a pályatársak, mégpedig a születésnapja alkalmából. Téged most is majd szeretett, 59 éves. Téged is majd szeretettel várunk, úgy tudom, hogy el fogsz jönni, és te, igen, is megosztod az emlékeidet. Jön Szalai Zsolt, Geszti Glória, Pálo Zsuzsa, és talán még sokan mások. És ezen a esten vagy délutánon fogják átadni a Nagy Miklós Vándor díjat is, tehát érdemes eljönni hozzánk csütörtökön 6 órakor. Minden hónap 3. kedjén Szent Martin Klub van, ez így van 17-én is, várjuk az érdeklődőket. 19-én csütörtökön egy érdekes zenei műsor lesz, az a címe, hogy Klezmer másképp. Egy nagyon különleges társaság, a megszólaló kezek alapítvány művészei jönnek el, akik nem hagyományos klezmer zeneszerszámokon játszanak, hanem vibrafonon, elektromos bőgön és mindenféle ilyen dobokon, viszont klezmer zenét fognak játszani. Dr. Szalóczi Péter, aki egy nagyszerű orvos, talán ismerik a, igen, kedves hallgatók, egy nagyszerű nőgyógyászorvos, zenével is szívesen foglalkozik, és majd ő vezet minket ezen a különleges világon. És akkor 24-én egy számodra is kedves téma következik, délután 6 órakor, egészséges élet, egészséges étel. Olyan ételeket fognak bemutatni kóstolóval egybekötve, meg gluténmentes, a cukorbetegeknek való, a, ja Istenem, mi van, aki tejérzékeny, azt nem tudom, hogy hívják. Tehát mindenféle ilyen... Laktóz, bocsánat. Érzékeny. Mindenféle ilyen ételintoleranciával küzdő embernek mutatnak be különböző termékeket, illetve beszélgetnek arról, hogy ez az életmód mit jelent. Egyébként erről jut eszembe, hogy Németországban egy bevett orvoslási módszer, és itt is talán némelyik maga, ha máshol nem magánrendelőben meg lehet oldani, hogy az orvosnál fölírják a gyógyszereket, megvan az összes vizsgálat, megkapja, igen, a gyógyszereket, és kint várja a dietetikus a beteget, és átbeszélik, hogy melyik gyógyszert milyen táplálékkal hogyan lehetne kiváltani, hogyan kellene az étkezést hozzáállítani, vagy hozzá szerkeszteni a betegségéhez ahhoz, hogy gyógyulni lehessen és könnyebb legyen. Hát remélem ebben fog nekünk segíteni Tarnai Irén, táplálkozási tanácsadó, és egy különleges joghurtól tart majd előadást dr. Miskó József. A hó végén szokott jelentkezni a gitárest, ami pedig azt jelenti, hogy Bernát Ferenc, egy nagyszerű gitárművész hozza el a tanítványait, meg a tanítványainak a tanítványait, ez klasszikus gitár, tehát aki szereti a spanyolos hangvételű, vagy a klasszikus gitár hangját, őt várjuk 26-án 6 órakor. És a márciusi hónap vége a Hungarovox kiadó legfrissebb kiadványainak a bemutatója. És akkor most hoztam egy kis áprilist is, és akkor most én mondom el az április. Milyen gyorsan végig szaladtunk a márciuson. Igen. Még hoztam egy kis áprilisi hangulatot, szintén Ladnoti április című versével kezdődik majd a műsorfüzet. Egy szellő felsikolt, apró üvegre lép, s fél lábon elszalad. Ó április, a nap se süt, nem bomlanak a folyton nedves orró kis rügyek sem még, a füttyös ég alatt. Aranyos. Köszönöm szépen. A szokásos Patika magazin az első, mert ugye az mindig az első csütörtök, másodikán, és dr. Szarvasházi Judit várja, alapfőszerkesztője várja az érdeklődőket, egy gyógyszerész, én úgy szoktam mondani, hogy előhátul doktor, mert mindenféle gyógyszerrel, betegséggel kapcsolatos kérdésre tud választ adni, és nagyon érdekes ember. 7-én nyitunk egy új kiállítást, Potyók Tamás debreceni festőművész kiállítása. Ő egy nagyon izgalmas művészeti világot tár elénk, mert hagyományos festészet, de mindegyikben van egy kis csavar. Tehát
a mező mező, a pipacsos rét, de mégiscsak van ott valami, amitől a dolog rendkívül izgalmas lesz. Nagyon nagy szakmai tudása van, hiszen kitűnő rajzai vannak, és tehát jól tud rajzolni. Tehát nem azért van valami leegyszerűsítve, mert nem tudná megcsinálni, hanem mert úgy éppen úgy helyes. Remélem tetszeni fog a közönségnek, mert szerintem nagyon látványos. 14-én egy kis színházi előadásra hívom a kedves tévénézőket, kedden délután 6 órakor, Szárnyaszeget életrajzok. Kacagtatóan de ez már április, ne felejtsd. Április, igen, április 14, ked. Szárnyaszeget életrajzok, kacagtatóan keserű kortárs abszurdok, kávéházi színházat képzeltünk, közvetlenül önökhöz szóltunk, nem olvasom föl, csak a legfontosabbakat, akik szerepelnek, Bognár Anita, Csépei Eszter, Király Orsolya, Simon Attila, Stubnya Béla, Szemere Zsolt, Bartók Béla műveiből lett összeállítva a zene, és a rendező Cserje Zsuzsa. Ez az egy kis színház, egy ilyen kis kávéházi színház. És ugye jön megint a harmadik kedd, a Szent Martin, 21-én. 28-án, szintén kedden, a Magyar Állami Operaház művészei adnak koncertet, hiszen nagyon sok olyan kedves vendégünk van, aki már nem tud elmenni az operába, és egy évben kétszer elhozzuk az operát, a legszebb dalokat, illetve a legszebb áriákat hallgathatják. 28-án kedden 6 órakor művészeti vezető Tordai Éva, és természetesen 30-án a gitárestel fejezzük be a hónapot. Közben persze lesznek csütörtökök, amiket most nem mondtam, de azok még szervezés alatt vannak, és ezt nem tudtam megmondani. Tehát, hogyha kedd és csütörtök, akkor esténként Rátkai Márton klub. Ilona, te mint klubtitkár, hogy látod a klub tagságának az alakulását? Mennyire lehet számítani egy törzs közönségre, mennyire lehet megmozgatni az embereket, hogyan lehet jelentkezni a klubban? Nagyon nehezen jönnek az emberek most már, pedig, na ezt talán elmondhatom, hogy a klubtagsági díj 5000 forint egy évre, és akkor azért mindenki mindenre bármire jöhet, és 500 forint a napi jegy. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy olyan nagyon nagy összeg, amit nem lehet kibírni. Van inkább konkurenciánk, azt, hiszem, azt el kell nehéz, ismerni, igen. Hiszen nagy választék van megtartani a kerületben, igen. Hiszen az 5-10 tényleg szépen működik, és a Benczúrház nagyon-nagyon működik, és sok hasonló, nem hasonló, sok művészeti programjuk van, amivel hát nem biztos, hogy konkurálnunk kell, de szóval elviszi a közönséget. A mi közönségünk általában az idősebb nemzedék, nagyon kevés fiatal jön hozzánk, és elsősorban ezekre a gitár dolgokra, és hát szeretnék, hogyha ez egy kicsit megváltozna, és a fiatalok felé tudnánk fordulni. Az idősebb emberek viszont rendkívül hűségesek. Tehát azért mindig van egy 10-15 fő, aki minden körülmények között ott van. Ez persze mindig más 10-15, de azért köztük is van néhány, aki rendszeresen, folyamatosan jön. És hát természetesen várjuk a kerület lakosait, mert azt gondolom, hogy amit mi nyújtunk, azt a kerület többi művelődési intézménye nem tudja tenni nálunk. Minden nagyon közvetlen, hiszen kicsi, mindenkinek, ha tetszik, a közönség szájában van az előadó és a művész, és azt gondolom, hogy ez a közvetlen kapcsolat, ez rendkívül vonzó. Kedves nézőink, hogyha részletesen meg akarják nézni a programokat, akkor természetesen a Rátkai Márton Klub weblapján ott találhatóak a programok. Ilonáik folyamatosan töltik föl az áprilisi csütörtöki programokat, majd szintén onnan tudják megtekinteni, a keddeket hallották. Én pedig nagyon jó klub életet kívánok, és kellemes programokat nektek. Nagyon szépen köszönöm, és valószínűleg addig már nem találkozunk, de mindenkinek szép húsvétot. Köszönöm neked is, és köszönöm a meghívást.